Tisztelt Dallagon diákok, tisztelt tantestület, kedves szülők, hozzátartozók és barátok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Tokaji Ferenc Gimnázium ballagási ünnepségén, amelyen a 2009 évben indult diákok, mert a ballagásság ünnepeljük. Tulajdonképpen el kell tűnjük. Az embernek az életünkja egy bőrbe mentén halad, és ennek a végepunkton folyamatosan szövegeket rakunk be, amely szövegek fontos állomások az ember életében. Ilyen a fogantatás, a megszületés, a lódáltalás, az iskolától indulás, a középiskola, az elhelyezkedés, egyetem, és sorolhatnám tovább. Mindezek közül talán a legszebb szöveg a ballagás. Tele virággal,
tele jövendőséggel, és tele mindazokkal az emlékekkel, amelyek 4 év alatt felvillentettek bennetek egymás irány, az iskola irány és a tanárok irány. Azt hiszem, hogy a fiatal kornak ez a legszebb korszaka, amikor az embernál eszmél 14 éves kortól, és tudja, hogy mit tesz, és még sok mindent megtehet. Megteheti azokat a diákcímeket, amelyek nem tehetik meg általános iskolába, megteheti azokat a címeket és érdekes dolgokat, amelyeket majd nem tehet meg egyetemista korába. Ez a korszak a legszebb időszak, amikor szerelembe jönnek a szívek, amikor a legfogékonyabb az ember, és amikor egy új világra ismerkedik meg. Megismerkedik a környezetével, megismerkedik az iskolában, megismerkedik a tananyaggal, és megismerkedik a tanárokkal. A legfontosabb megismerkedés természetesen a tananyag, hiszen olyan dimenzióban emeli a hallgatót, amelynek a következményei további képzés, egyetemi szakképzés, vagy éppen főiskolai. Ennélkül a dimenzió nélkül azt hiszem, hogy nehezen lehetne megalapozni a jövőt. Tehát ez a szöveg a legfontosabb szöveg az életetekben. A másik fontos szerepe ennek a kornak és ennek az időszaknak, hogy most láthatok nagykorúvá. 18 évesek vagytok többnyire, vagy közel vagytok a 18 évhez, hogy valaki betöltötte, és a Magyar Köztársaságnak teljes jogú állampolgáraivá váltatok. Ez azt jelenti, hogy felelősséggel tartoztok önmagatok iránt, felelősséggel tartoztok mindenért, ami körülöttetek történik, és felelősséggel tartoztok az iránt, hogy a szüleiteknek eleget tegyetek az iránt, abban a dolgokban, hogy velük együtt megbeszélve a további is útját kitapossátok. A magyar társadalom számára nagyon fontos, hogy kiművelt emberek álljanak rendelkezésre, hiszen a gazdaság nem képes talpán abban az esetben, ha nem olyan emberek vannak utánpótlásként a diákok körében, akiket nem értek el az országnak a sorsa. Nehéz időszakot élünk, nehéz választani szakmát, nehéz választani programot, de azt hiszem, hogy most kell kiválasztani azt, ami tulajdonképpen egy életet meghatároz. Ezért is nagy felelősség ez a szöveg, hiszen ez is beletartozik. Én azt kívánom nektek, hogy sikerüljön olyan szakmát választani, ahova felvesztünk benneteket. Hogy sikerüljön az az álom, amelyet meghatároztatok magatoknak. Azt kívánom nektek, hogy boldogan és szeretettel gondoljatok az alma máterre, amely feltételezően visszavár benneteket, hiszen mindig vannak regiát találkozók, és boldogan és szeretettel gondoljatok azokra a tanárokra, akik neveltek és tanítottak benneteket. Van még egy fontos szempont, amire még azt kívánom, hogy alázattal és boldogsággal gondoljatok. A veletek szemben ülő szülők, akik mindazt lehetővé tették, hogy ti tanulhassatok. Mert bár azt mondjuk, hogy Magyarországon részlegesen ingyenes a képzés, de mindenki tudja, nagyon sokba kerül. Ezért kérem a területek, kiemeltekben is a szülőket, hogy segítsék a tovább tanulásokat, és egyben köszönetet mondok azért, hogy eljutottak a királyi. Kívánom nektek azt, hogy teljesen benekre a rámaitok, és tegyetek azok a társadalomban, ahol én szeretnétek rám. Köszönöm, hogy meghallgatok.
Most a vallatkozó 11. évfolyam nevében meghallgatok egy szavalatot a 11. B-osztályos Szűcs Patrícia előadásában, ezt követően pedig Üreléli 11. A-osztályos tanuló osztja meg velünk ünnepi gondolatunk. Andrássy Alekszandra, életet fölött. Életed könyvét lapozhatod, kezedben megakad egy fejezet. De mi van akkor, ha játszanád tovább a szokott szerepet? A sorsod beletírva, hiába valami. Elfutnád, elszöknél, de te álltad mindenki bírt. Életed könyvét lapozhatod, lassan a fejezet végéhez érsz. Elfutnál, elszöknél, de te álltad mindenki bírt. Életed könyvét lapozhatod, lassan a fejezet végéhez érsz. Most új ajtót jönne, ugye nem kezd. Maradt néhány üres lap, még nem kell a célba ér. Itt a tinta, írj egy gyorsan, ami még belekér. Tisztelt igazgatóasszony, kedves vendégeim, búcsúzó diáktársaim! Van egy általános igazság, amivel mindjártunknak szembe kell nézni, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Ez a mai alkalom is ilyen, a búcsú napja. Akármennyire is vártam ezeket a perceket, sosem kedveltem, ha valami véget ér. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, búcsú egy közeli baráttól. Sajnos a befejezés elkerülhetetlen. A levelet repülnek, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számotokra, kedves vallagó diáktársaim, ez is egy ilyen nap. Ma búcsút kell intenetek mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább kell lépnetek. De attól, hogy elmentek, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életeteknek, akármi is történjen. Ők a ti támaszaitok az életben. Legyen egy ilyen biztos pont az iskolánk is. Nem szabad elfelejteni azt a rengeteg tudást és ismeretet, amit az itt töltött évek alatt szereztetek, a számos lehetőséget és tanulmányi versenyt, amivel szélesíthettétek látásköröteket, amit formált benneteket, és ami elősegítette, hogy azzá váljatok, akik lenni szeretnétek. Szerintem egy jó iskola két dolgot adhat útra való diákjainak. Gyökereket és szárnyakat. Ti így mindkettőt megkaphattátok. Gyökereket, ami mindig segítségetekre lesz az életben, és szárnyakat, amivel elérhetitek céljaitokat. Eljött az idő, hogy kipróbáljátok őket. Mától kezdve a dolgotok az, hogy nyitott szemmel lelkesen járjatok a világban, és hogy mindig felkészültek legyetek. Hogy mire? Nem tudom. Bármire és mindenre. Hogy elkezdjétek az életet, vállaljátok a felelősséget, és éljetek a lehetőségekkel. Kívánom nektek, hogy mindig sikeresek legyetek az életben. Higgyetek önmagatokban, és soha ne adjátok fel az álmaitokat. Váljatok tudósokká, jó szakemberekké, vagy sikeres sportolókká, mindegy. A lényeg, hogy dolgozzatok becsületesen, és soha ne feledkezzetek meg arról, hogy honnan indultatok. Mert akármi is vár rátok a jövőben, ide mindig visszatérhettek. A búcsúzás pillanatai Herbert Hudson gondolataival zárom. Hasznos életcél találni, és azt kitartóan megvalósítani. Ez az egyik titka minden olyan életnek, amelyik érdemes megélni. Szeriden beszél. Szőkén, szeriden beszél.
azért feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, fényferegtem, nem álltam meg, nem is siettem. Port rúgtam, ragyogtam a mennyben, cirógatok minden levélre. Szőkén, szeliden, mint a szél, minden levéllel paroláztam, utamba álltak annyi százan fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen, lenyitve szálltam ágér közt szép sumarásban, mert idő vonzott, és a tér. Szőkén, szeliden, mint a szél, nem erőszak, s akarat által, ó, szinte mozdulatlan szárnyon állítom a világon által, amúgy a sas körözve szárnyal, fény magasság sorok magával. Szinte elég jött a cél. Szőkén, szeliden, mint a szél, a dolgok melyet terelgettem. Erdőt, mezőt is siettettem, s a tüzet, égen hevesebben, ostortráztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben. A fű, levél, tanács is engem tagad, belém kötött a levben. A létet magam elveszítem én. Szőkén, szeliden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem, ki bántott. Azt vállam rá, értve számba úgy megszerettem, hogy átolt megszégyenítettem, és szálltam én is sebezhetetlen. Fényt tükrözött csak. Sár, nem ér. Szőkén, szeliden, mint a szél, jött többet csendes diadalban. Sebek hűsik fényes nyugalmon, golyó, szuroly, ki, sűrűrőben. S miben naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan. Szeliden győzök, mint a szél. Tisztelt tanáraink, vendégeink, kedves diáktársak! Ez a nap különleges mindannyiunk életében. Az iskolánk harangja most nekünk szól, jelképesen és új útra indítva bennünket. Búcsút veszünk egymástól, az iskolától és a megszokott környezettől. A ballagás különleges alkalom, hiszen lezárja a középiskolai éveinket, és egy reményekkel teli új jövőt nyit meg számunkra. Úgy tartja a mondás, minden kezdet nehéz. Amikor ebben az iskolában nyertünk felvételt, mindannyian megtapasztalhattuk ezt. Új követelményeknek kellett megfelelnünk. Meg kellett ismerni új társainkat és tanárainkat. A beilleszkedés segítették a gólyatábor, a bemutatkozó est, a maratoni sport délutánok, a külföldi utazások. Ezek mind-mind sok élménnyel és új ismeretekkel tettek gazdagabbá bennünket. Segítettek abban is, hogy elmélyülhessenek a barátságok, és nyitottabbak legyünk az új dolgokra. Úgy elrepült ez a 4 év, hogy már csak azt vettük észre, a szalladavaton, az osztályfőnök, a mi ruhánkra tűzi a szalladot. Drága szüleim! Köszönjük a bíztatást, a támogatást, a szeretetet, amik segítettek abban, hogy eljuthassunk idáig. Kedves tanáraim! Tudjuk, nem volt könnyű velünk válni. Sokszor megpróbáltunk kibújni a felelősségek alól, és nem mindig képességeinek megfelelően teljesítettünk. De mára sokat változtunk. Megtanultunk tanulni társainkat és tanárainkkal szemben türelmesebbek, elfogadóbbak, és a világ dolgaira nyitottak lenni. Reméljük, a sikeres érettségi vizsgával bebizonyíthatjuk, hogy munkájuk nem volt hiába való. Most pedig hozzátok fordulok, ballagó diáktársaim. Remélem, a köztünk kialakult barátságok, szerelmek hosszú életűek lesznek, hiszen ahogy egy dalszöveg is mondja, attól, aki fontos, attól, ami jó, nem akarok elszakadni. Az ünnep, a várakozás, a vizsgák izgalmai felejthetetlenné teszik a felnőtté válás ezen időszakát. Kívánom, hogy mindannyian felvételt nyerhessünk az általunk kiválasztott felsőoktatási intézménybe. Végül Szent Györgyi Albert szavaival búcsúzom.
Az iskola arra való, hogy az ember megtanulja tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megtisztelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Sok sikert kívánok mindenkinek! A búcsúzó diákok nevében az iskola zászlót átadja Szoboszlai Krisztina leköszönő diák önkormányzati elnök, és az itt maradók nevében átveszi Csícsi Eszter jelenlegi diák önkormányzati elnök. Nagyon találom jellemzi ezt a helyzetet.
Ez az idézet Marie Curie-től származik. Együttünk életre sem tömjük, és akkor legyen bennünk kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamivel, és ezt a valamit, kerül, amiben kerül, meg tudjuk valósítani. Önök olyan közösségben töltötték az elmúlt éveiket, és olyan pedagógusok között, akik biztos, hogy nagyon nagy segítséget adtak önöknek abban, hogy megtalálják ezt a valamit. Akinek még nem sikerült, csak körvonalazódik benne, az gondolom, hogy további segítséget kaphat mind a szülőktől, és ahogy ismerem az itteni közösséget, természetesen a pedagógusoktól is. Kívánom önöknek, hogy ez a valami, ez a, amiben nagyon tehetségesek, ez minél előbb váljon ismerté önök számára, és ehhez találják meg az utat, akár a munkában, akár most még a tanulásban. Kívánok önöknek sok sikert, boldogságot, és erőt az elkövetkező napokhoz. Megkérem Prázsár harmadát, Tokai Borbalának társaságának alapító tagját, hogy a Tokai Ferenc gimnáziumi szakközépiskola tehetsége gyermekéért egyesek képviselőjének, Horváthy Búcsú Ildikó igazgatóhelyettesnek adják a tanárnak. Szeretettel köszöntöm a hallgató diákokat a Tokai Borbalának társaságának nevében. Mielőtt átadnám az összegyűjtött bálványvételt, engedjék meg, hogy egy pár szóban bemutassam a társaságot nagyon röviden. A társaság 10 évvel ezelőtt jött létre, és azzal a célra, hogy a tokajhegyai borvidék értékeit képviselje, és szerte vigye a világban, amerre csak járunk. Tagjaink között vannak természetesen borászok, de vannak közgazdászok, jogászok, szommeliék, újságírók, pedagógusok. Közös a kötődés, ami közös bennünk, kötődés a borvidékhez, kötődés a tokai borhoz és a kultúrához, és közös a cél, hogy tegyük meg mindent a tokajhegyai borvidékért. Tulajdonképpen nem véletlen az ügy, hogy a tokajhegyai kultúrtáj felkerült az UNESCO világörökségi listájára, hiszen több évszázados hagyományokkal rendelkező borvidékről van szó, és én is, és önök is, akik itt élnek, nagyon sokszor ezt természetesnek veszük, nem is látjuk, nem is érezzük, hogy hol is élünk, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy ilyen környezetben nőttünk fel, és sokszor külső tehát a borvidéken kívülről, vagy külföldről érkező emlékeztetnek bennünket, hogy hol élünk. A tokai borbarátok feladata az, hogy belföldön, külföldön, mindenfelé tudatosítsa ezt az értéket, amit ez a borvidék képvisel, és ez a kultúra, ez a kis kultúrtáj. De nem is annyira a tokai borbarátok feladata ez, hanem inkább önöki, a következő generációja, a jövő generációjáé, mivel, ahogy Mája János polgármester is említette, önök még mindent megtehetnek. Önök előtt az egész élet, bármilyen szakmát is választanak, mindig tartsák kézben, hogy honnan jöttek, honnan származnak, és akkor biztos, hogy ez a vidékünk használva fog válni. Szeretettel szeretném átadni a Tokai Ferenc Gimnázium tehetséges gyermekekért alapítvány részére a Tokai Borbarátnők 9. jótékonysági báljának a bevételét, 200 000 forintot. Hogy osztja
Tokai Ferenc Gimnázium szakközépiskola és kollégium 60. tanévének legszebb ünnepét nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket beallattató osztályfőnököket, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, meghívott vendégeiket, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Mária János Tokaj város polgármesterét, iskolán valamennyi munkatársát és minden kedves jelenlévőt. Kedves vallaló diákok! Az út, amelyre 4 évvel ezelőtt iskolánban léptetek, lassan elfogy, új elágazáshoz érkeztek, közös történetünk véget ért. 2009-ben valamennyien tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve érkeztetek hozzánk a Tokai Ferenc Gimnázium szakközépiskola és kollégiumban. A közösen megért években kollégáimmal azon dolgoztunk, hogy napról napra mindannyian közelebb kerüljetek kézzelvetett álmotokhoz, hogy egy-egy csalódás után merjetek új terveket szólni. Megtanultatok együtt örülni az önmagatok és társaitok sikereinek, eredményeinek. Megtapasztaltátok, hogy a kudarcok elviselését megkönnyíti egy jó közösség, megértő osztályfőnök, empatikus pedagógus. Nem kevés változáson estetek át az elmúlt években. Sokan a kezdetektől értettétek, mi értelme van az előkészítéseknek, a sok tanulásnak, próbatételnek és kihívásnak. Néhányan csak most ébredtetek ezek jelentőségére. Megtanultam, hogy mindenki a rettegőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik, írta Vasarberg. Magaslataitok azonban nem egyformák, éppen ezért a hegytetőig vezető út hossza, nehézsége is eltérő. Az ohomig tartó küzdelemhez már összegyűjtöttetek mindent, amire szükségetek lehet. Magatokkal viszitek a szülői ház szeretetét, mindig biztonságot, támogatást nyújtó melegét, iskolán pedagógusaik által átadott ismereteket, tudásvágyat, küzdeni akarást, emberséget, szilárd értékeket, barátaitok, társaitok, támogatását, biztatását. Ilyen útra valóval a tartsajotokban keressétek mindig bátran a kihívásokat, kerüljétek azonban az igazi munka, a teljesítmények nélküli csalók a világot. Tanuljátok meg a sikerért, a tudásért, a boldogságért és boldogulásért mindig meg kell dolgozni. Eléréséhez minden lehetőség, minden esély és minden remény beletek és bennetek van. Kedves fiatalok! A ballagás ünnepnap iskolánk életében, de a mai egyben történelmi pillanat is. A mi iskolán ebben az évben ünnepli 60. születésnapját. Ti vagytok a 60. tanév végzősei. Legyetek büszkék és érdemesek arra, hogy mától mi is a TFK-sek nagy családjába tartoztok. Ebben a családban több mint 6000 nevelődtek eddig, és nincs olyan földrésze a bolygónak, ahol ne találnánk egykori TFK-s diákot. Az iskolához való ragaszkodásukból, tanáraik iránt érzett szeretetükből, hálájukból ma is erőt meríthetünk, sikereikről példát vehetünk. Kedves végzős diákok, tisztelt vendégeink! A középiskolai évek alatt kiemelkedő munkát végző, kimagasló teljesítményű diákok elismerésére mindig különös gondot fordítottunk, és büszkeséggel tölt el, hogy az idei ballagáson is nagy számban adhatunk át jutalmakat. Megkérem Horváth Lépőcs Ildikó és Patati Zsolt igazgató helyetteseket, hogy a jutalmak átadásában legyenek segítségemre. Kitűnő tanuló okleveleket és nevelőtestületi kísérletért elismerést vehet rá a 12. Gábor Potár Zsófia
a 12. B-ből Kun Fuzsina, Stefán Pata, Havasa Máté, és a 12. C-ből Lángeres. Teremtő Anna,
Tóth Enikő. A 12. fiú osztálya volt Demeter Ádám, Erdős Tamás, Link János. A 12. C osztálya volt Bodó Réka, Dicső Réka, Farkas Sándor, Janai Dóra, Tapás Andrea. A 12. B osztálya volt Kornál Nóra, Halsányi Borsolya, Varga Csilla Laura, Zékány Alexandra. És a 12. F osztálya volt Koleszár Jennifer, Pászor Nikolett. Tisztelt Réka, Terenis Csani, Tóth Enikő, Demeter Ádám, Erdős Tamás, Mihály, Bodó Réka, Dicső Réka, Farkas Sándor, Janovics Dóra, Takács Andrea, Bodnár Nóra, Halsányi Orsolya, Varga Csilla, Koleszár Jennifer és Pászor Nikolett. Kulturális munkájáért igazgatói dicséret említésének a következő tanuló. 12. B-osztályú volt Földesi Attila, Kolomcsák Dorottya. A 12. B-osztályú Andrássy Judit Barbara és Urbán Renáta. Kulturális munkájáért és versenyeredményéért igazgató dicséretben részesült 12. C-osztályból Súlyog Veronika. Kulturális és közösségi munkájáért igazgató dicséretben részesült 12. C-osztályból Trócsos Bogláta. Kollégiumi kulturális és közösségi munkájáért igazgatói dicséretben részesülnek. A 12. A-osztályból Nagy Virág, a 12. B-osztályból Lukács Andrea, a 12. C-osztályból Bornár Attila és Magyar Dóra. Kérem szépen! 12. C-osztályból Lukács Andrea. Az év tanulmányok és az azzal járó pénzjutalmat átadja az Lakoszki Tünde, a Tokai Ferenc Gimnázium szakosztatása a Tehetséges Gyermekéért Egyesület elnöke, és Kosárkonyi Kovács Andrea, a szülői szervezet elnöke.
12. C osztályba Kaminski Zsolt, az itt tanuló. Osztályból Szogosztályi Krisztina az itt tanulója. 12. F-osztályból Lovász Dalma az itt tanulója. 12. osztályos tanuló, beszédvényi országos döntőjében elért kimagasló eredményért részesül díjazásban. Sólyok Veronika, Kazinczy Szitti Egyesi Nagyság megyei fogójának harmadik helyezettje. Kérem érjen két díjazni szeretnék.
Sikeres ECDR túl, illetve szerek bizonyítványán rendelkeznek a következő tanulók, ezért oklevelet lehetnek át, kérem várjanak ki. 12. B-től Bernát Tibor, Gál Ádám, Havasi Máté, Kornyák Ádám, Iglai Tamás, Iglai Tibor, Juhász Máté, Kunk Kuzsina, Vink János, Pau Bence, Bertomán Rihár, Suhati Sándor, Cetán Kata és Szolári Zsanna. Tokai Ferenc Gimnázium szakközépiskolai és kollégium vegyes karának 4 éven át aktív tagjai voltak, és ezért oklevelet vehetnek át Radinczi Szinte kollégium vezetőnkről a családi tanuló. András Júli Barbara, Bényei Éva Zsófia, Bodnár Attila, Déva Ákos, Drótus Boglárka, Gazdag Márta, Kornyák Katien, Kárdas Andrea, Kovács Tibor, Kunt Zsuzsina, Majoros Bernadett, Stefán Kata, Szeren Zsuzsanna, Kultár Renáta. És még felkérem azokat, hogy a kollégiumok, hogy a diák önkormányzat elnökeként végzett tevékenységéért a 12. kiosztályban Szoboszlai Krisztinát, valamint a diák önkormányzat gazdasági felelősségét végzett lehetőségének tevékenységéért 12. F-osztályban Fábián Lórát részesítették. Kedves kulcsúzó diákok! Útjaink hamarosan elválnak, de hiszem, hogy ezek a utak hamarosan valahol ismét keresztezik majd egymást. Útra valahol Kassák-Lajos gondolatait ajánlok figyelmetekbe. Aki elment, az elment. Aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem lehet eltőlünk egészen. Most pedig iskolai hagyományaink szerint emellem Tokai megtárgyalt lesz poharak vallató diákjaink egészségére. Thank you.
Üritem Kovaram, 145 végzős diákunk egészségére, boldogulására, sikereinek. Thank you.
tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégei! A mai napon nem csak végzős diákjaitól búcsúzunk, hanem olyan kollégáitól is, akiknek életéből közel 4 évtized egybefolyt iskolán 60 évével. Ebben a tanévben 5 olyan kollégát vonjuk nyugdíjba, akik pályakezdőként érkeztek a Tokaji Ferenc gimnáziumba, és soha nem kerestek más életcélt maguknak, mint a Tokaji térség gyermekeinek átadni mindazt a tudást, amit elsajátítottak, mindazt a tapasztalatot, életbölcsességet, amelyre az évtizedek alatt szertettek. Felelősséggel neveltek, oktattak, és ugyanilyen felelősséggel készültek a nyugdíjra is. Mindannyian kinevelték utódukat, átadták a feladatokat, terheiket fiatalabb állatra adták. Magam és kollégáim tanulmény nevében szeretném megköszönni munkájukat, és azt a munkát, amit ők mindig szolgálatnak, hivatásnak tekintettek. Életútjuk, munkabírásuk, valamennyi osztánára példaértékű. A Tokaji Ferenc Gimnázium szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete és tanulói hálás szívvel mondanak köszönetet dr. Dantóni Pappó Kornélia igazgatónőnek, és az intézmény vezetőjeként elért országos viszonylatban is kiemelkedő eredményeiért. Köszönjük szépen! A Tokaji Ferenc Gimnázium szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete és tanulói hálás szívvel mondanak köszönetet Pásztor Istvánné tanárnőnek. Az intézmény művészeti életének szervezéséért, kórusainak vezetéséért, a kultúra terjesztése és a zenei műveltség elmélyítéséért végzett áldozatos munkájáért, az emlékezetes hangversenyekért, gálákért, és a feledhetetlen külföldi utazásokért. Köszönöm. A Tokaji Ferenc Gimnázium szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete és tanulói hálás szívvel mondanak köszönetet Makó Balázsné tanárnőnek. És megvalósításáért, a humán értékek közvetítésére, az iskolai hagyományok megteremtésére és ápolására irányuló előfeszítéseért, töretlen lelkesedéséért, nagy szakmai tudásáért és pedagógusi elhivatottságáért. Köszönöm. És tanulói hálás szívvel mondanak köszönetet Makó Balázs tanárnak. A intézmény németországi kapcsolatainak megszervezéséért és évtizedeken át tartó átalásáért, új utak és távlatok felmutatásáért, kikristályosodott tanítási módszerek alkalmazásáért, az ECL vizsgálatai szakmai irányításáért és vezetéséért. Köszönjük szépen! A Tokaji Ferenc Gimnázium szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete és tanulói
kezdett projekthetek megszervezéséért és vezetéséért, a környezetvédelem, a tehetséggondozás és helyi értékeink megőrzése területén elért elérhetetlen eredményeiért. Köszönjük szépen! És kollégium igazgató tanácsa 2007. szeptember 3-ai ülésén Proszkóla az iskoláért kitüntető cím adományozására határozott. E határozat értelmében Proszkóla kitüntető cím adományozható az intézménnyel munkaviszonyban vagy alkalmazásban nem álló minden arra érdemes személynek, aki tevékenységével, munkájával vagy bármilyen más módon jelentős mértékben hozzájárult az iskola fejlődéséhez és eredményes munkavégzéséhez. A Tokaji Ferenc Gimnázium szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete Proszkóla kitüntető címet adományoz dr. Dankóné Patkó Kornéliának. A Tokaji Tankerület igazgatójának, aki már nem áll intézményünkkel munkaviszonyban, így adódik lehetőségünk kifejezni köszönetünket és hálánkat azért, hogy eddigi aktív életéből 37 évet arra áldozott, hogy iskolán hazai és nemzetközi összehasonlításban is a magyar közoktatás élvonalába tartozzon. Köszönjük, hogy élete volt az az intézmény, igazgatóként megtalálta azt az innovációs pontot, amire mindig felszálló pályán tudunk maradni, munkabírása, elkötelezettsége, humánuma és bölcsessége valamennyiünk számára példa és inspiráló erő, hogy valami hasonlót próbáljunk meg cselekedni. Büszkék vagyunk rá, hogy munkatársai lehettünk és tagjai annak a csapatnak, amit ő a legfontosabbnak tartott. Thank you.